Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. A Bonum TV Intenció című műsorában az Elizabeth szolgálattal szeretettel köszöntök mindenkit. 2 hónapja volt utoljára ilyen műsorunk. A szeptember kimaradt, mert Isten kegyelméből elutaztam a Szentföldre, Jézus lába nyomában jártam. Most újra itt a hónap 3. hétfője, és folytatjuk azt az utat, amit elkezdtünk 1 évvel ezelőtt, ha jól emlékszek, ugyanígy októberben, tehát a mai alkalmunk az a 12. így együtt. Az Elizabeth szolgálat kibővült, biztos emlékeztek rá, hogy meséltem Timiről, Juditról és Feriről. Feri megköszönte az eddigi részvételét, és más úton folytatja tovább a szolgálatait, például bibliaórát tart, én is nagyon támogatom őt ebben, az ima szolgálatban már nem tud velünk részt venni, én is köszönöm neki, hogy eddig velünk együtt szolgált. Viszont jó hír, hogy Timi és Judit, a férjeiket hozzák magukkal, Szabit és Tibit, úgyhogy ők is most a háttérben 4-en imádkoznak, értem, ezért a szolgálatért, és mindazokért, akik eljutatják hozzánk a kéréseiket. Mielőtt belemegyünk a mai témába, és várom majd a telefonhívásokat, mondjuk el együtt az Úr imáját, hiszen Jézustól tanult imánk, ami úgy emeli a szívünket Istenhez, mint semmi más, természetesen, ha ezt figyelemmel és magértéssel, a Szentlélek erejével imádkozzuk. Mint az imádság struktúrája. Nem csak mondóka, hanem minden benne van, ami magáról az imádság művészetéről szól, ahogy ezt tanítja az egyházunk. Imádkozz velem ebben a műsorban is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Drága mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy mindannyian a Te gyermekeid lehetünk. Te figyelsz ránk és szeretsz minket. Köszönöm neked, Atyám, hogy ide nézel ma is ránk. Nem hagyod ki, Atyánk, ezt a műsort. Nem hagyod ki. A Te tekinteted azokon is nyugszik, akik ott ülnek a tévé vagy a számítógép előtt. Drága jó mennyi Atyám, Fiad Jézus nevében kérlek, hogy árasz ki a Szent Lelket a mai napon is ránk, a Te élő gyermekeidre, hogy most is jobban megismerjük a Te igazságaidat és a Te szeretetedet. Áldott légy, Atyánk. Ámen. Istennek legyen hála, érted, aki most nézed ezt a műsort, és hiszem azt, hogy valóban Jézusnak csodálatos terve van veled, és hogy most együtt olvashatjuk a Bibliát, együtt imádkozhatunk, ez része Jézus csodálatos tervének veled és velem is. Az Elizabeth szolgálat úgy született, hogy el akartunk menni a betegeket meglátogatni. És aznap 2 beteghez is eljutottunk 3 évvel ezelőtt, szeptember 29-én, 3 évesek vagyunk már. És a nap végére valahogy ott volt bennünk az öröm, hogy ezt szeretnénk folytatni. Hiszem azt, hogy Isten az öröm erejével erősíti meg azt, amit tőle jön.
Ez egy nagyon jó útjelző. Kívánom neked, hogy sok örömet tapasztalj a Bonum TV összes műsorát nézve, de most különösen is ezt a műsort figyelve. Nézzük a lehetőségeket, hogy az ima kérések hogyan is juthatnak el ide hozzánk. Az egyik az, hogy a csepeticsapata.hu weboldalon az ima kérés részbe beírhatod te is a kérésedet, úgy, hogyha van Facebook profilod, de ha nincs, akkor is megtehetod ezt, és fogjuk ott látni a nevedet és a kérésedet. Már nagyon sokan beírták, én azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy több százan, úgyhogy Isten végtelen nagy áldása az, hogy mi imádkozhatunk. Amikor nézem a kéréseket egymás után, ott van bennem az öröm, hogy Isten gyermekei elfogadják a mi közben járó szolgálatunkat, hiszen alapvetően ez egy közben járó ima szolgálat. Tehát csepeticsapata.hu weboldalra beírva, vagy e-mail címet küldve a következő helyre, közönségszolgálat@bonumtv.hu. Illetve, ami miatt a műsor is van itt élőben, lehet telefonálni. Az adás telefonszáma 061-808-95-55. 061-808-95-55. Ha ezt a számot hívod, akkor ide fognak kapcsolni hozzám, és mások is hallják majd a te hangodat. De ha nem ezt szeretnéd, hanem inkább a kollégáimnak mondod el a kérésedet, és ők majd ezt eljutatják ide hozzám, ügyesen, okosan, technikai eszközzel kiírják, látni fogom, akkor egy másik számot hívj, 061-780-80-85. Tehát 061-780-80-85. És természetesen, mint ahogy eddig is, a Bonum TV a nézők adományaiból működik, várjuk az adományokat. Adományvonalunk 13690, UPC, Invitel és TAR Kft. Hálózataiból egyszeri alkalommal, ha hívod, 500 forinttal támogatod ezt a televíziót. Köszönjük szépen! Illetve a UPC ügyfélszolgálat 1421-es számát is lehet hívni ez ügyben. Most már a 12. alkalomnál tartunk így az Elizabeth szolgálattal. A vezérfonál az, hogy a hit és gyógyulás útján járunk. Olvassuk, halljuk, figyeljük az evangéliumot. Én igazán remélem, hogy egyre többen vannak azok, akik a Bibliával a kezükben figyelik a műsort. Ha ez nálad épp így van, akkor már ki is tudod gyorsan nyitni. Máté evangéliuma, 4. fejezet, 23-tól 25-ig. Máté 4, 23, 25. Egy nagyon érdekes kis bevezetője van ennek a résznek itt a Jeremos társulatos Bibliában, az első fellépés hatása. Ugye ezt a kifejezést, hogy fellépés inkább talán színházban, színpadon szokták alkalmazni, vagy valamilyen koncertnél. Hát nézzük Jézus első föllépésének a hatása. Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Elterjedt a híre egész Szíriában, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy tömeg követte őt Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
ahogy most olvastam ezeket a helység neveket, és város és ország neveket, és területeket, Galilea, Szíria, 10 város, Jeruzsálem, Júdea, Jordánon túl, ténylegesen megjelent előttem nem csak a jelenlegi Izraelnek a térképe és a környező országok, hanem azok a területek, ahol jártam. És az, hogy itt elsőként Szíriát említik, hát ez azért van így, mert valóban északon van Szíria, és a Galileai tenger pedig, más név van Genezáreti tó, vagy Tibériás tenger, északon van, ugye ott van Názáret, Kafarnaum, tehát Jézus hatása értelemszerűen földrajzilag is a legközelebbi országra terjed ki a leghamarabb, de délről, Jeruzsálemből, Júdeából is jöttek azért, hogy gyógyulást nyerjenek, és hogy hallják a tanítását. A mai témának ezt az egyszerű összefoglaló rövid címet adtam, a gyógyítás kulcs szava minden. Figyeljük meg, mi történik itt. Jézus meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Ez többször előfordul az evangéliumokban, ezt hangsúlyozzák az evangélisták, hogy Jézus mindenhova elment, és mindenkit meggyógyított. Nyilván az is előkerül, hogy valahol, például a saját városában, Názáretben nem fogadták hittel, és a hitetlenségük miatt ott nem tudott túl sok csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. De alapvetően, amikor Jézus nyitott szívekre talált, bizalomra, és ez hála Istennek azért nagyon sokszor volt így, főleg a kezdet kezdetén, a gyógyító szolgálatai során, hála Istennek ténylegesen ez nagyon sokszor meg is történt, tehát nem véletlenül követte őt nagy tömeg, csak azért, mert szép dolgokat mondott, hanem mert az emberek tudták, hogy itt csodák lesznek. Tehát a gyógyítás kulcs szava az, hogy minden. Amikor néhány évvel ezelőtt heti szinten kórházi szolgálatban vettem részt, és most hála Istennek néhány hét múlva ez újra folytatódni fog az új szolgálati helyem a Szekszárdon, akkor észrevettem azt, hogy nem mindenki akarja az egyház szolgálatát elfogadni. Mi bemegyünk minden kórterembe, bekopogtatunk, felkínáljuk az örömhírt, de automatikusan nem fogadja el mindenki, pusztán azért, mert szenved. Tehát van egy ilyen kicsit talán félreértés, vagy jó hiszemű, de téves előítélet, hogy aki a kórházban van, aki szenved, az biztos, hogy közelebb fog kerülni Istenhez, az egyházhoz, a hithoz, ahhoz, hogy imádkozzon. Ismerünk ilyen vicceket, hogy a zuhanó repülőn nincsen hitetlen, mindenki elkezd imádkozni. De a realitás az nem ezeknek a vicceknek a világában van, hanem nagyon is ott, hogy a szenvedés, a kínlódás kellős közepén még a gyakorló hívők is úgy megrendülnek, és bizony olyan is előfordul, hogy elutasítják az egyház szolgálatát, elutasítják azt, hogy együtt imádkozzunk velük ott a betegágynál. Tehát maga a szenvedés az nem visz közelebb Istenhez. Nem a szenvedés visz közelebb Istenhez, folytassuk így, hanem a hittel befogadott isteni hívás visz közelebb Istenhez. Ő hív bennünket. Mit mond az Anya Szent Egyházunk a nagy csütörtöki liturgiában, amikor a püspök minden egyes egyház megyében, a székes egyházban a papokkal együtt magádja az olajakat, a szent olajakat, ugye a köröztölendők olaját, a betegek olaját, a krizmát, amivel ugye felszentelik a papokat. A betegek olajának magádásakor ezt mondja a püspök. Vessen véget minden fájdalomnak, orvosoljon minden betegséget és minden gyengeséget.
Az Anyaszentegyház hivatalos liturgiájában az evangélium visszhangzik tovább, és ez olyan jó tudni azt, hogy Jézus Krisztus mennyasszonya, az egyház nagyon igyekszik hűséges lenni a vőlegényhez, Krisztushoz, az egyház alapítójához. Higgyük el, hogy ez valóban így van. Tehát, amikor a papok elindulnak a betegek olajával, szétterjedve az egész egyházmegyébe, és sok-sok helyen imádkoznak a rájuk bízottakért, és megkenik a homlokukat, tenyerüket a betegek kenetével, akkor abban a szent olajban benne van ez az áldás, amit a püspök mondott. Vessen véget minden fájdalomnak, orvosoljon minden betegséget és minden gyöngeséget. Ez az áldás benne van. Ahogy az elmúlt alkalommal ez volt a téma, hogy az áldás már a miénk, nyilván nagyon sok múlik azon, hogy ezt mi hittel befogadjuk. Ezért is neveztem el ezt a témasorozatot, hogy a hit és gyógyulás útján teszünk hónapra hónapra egy-egy lépést, az ige által, azáltal, hogy hittel fogadjuk ezeket a tanításokat. Nézzünk egy nagyon vigasztaló gondolatot a Jelenések könyvéből, 24. fejezet, 3. verstől az 5. Jelenések 21:3-5. Hallottam, hogy egy harsány hang a trón felől azt mondta: íme Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, s ők az ő népe lesznek. Maga a velük levő Isten lesz az ő Istenük. Isten letöröl majd a szemükről minden könnyet. És nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, és fájdalom sem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő így szólt: íme, megújítok mindent. Ebben a részben is kétszer elhangzott ez a szó, hogy minden. Hogy Isten letarol a szemünkről minden könnyet, teljesen magvigasztal. Mennyországban nem lesz többé sírás, se jajgatás, se fájdalom. Teljes a boldogság, teljes az öröm, és Isten mindent megújít Krisztusban. És 100 évvel ezelőtt 10. Pius pápának, Szent 10. Pius pápának ez volt a jelmondata, hogy mindent megújítani Krisztusban. Hadd mondjak egy egyszerű kis példát. Tegyük fel, hogy egy fiatal ember elutazik a valamelyik trópusi vidékre, és többféle betegséget elkap, sajnos. Ezek elég súlyosak, ne legyen így, de sorolok egyet, kettőt: tífusz, malária, vérhas, akár ebola, AIDS, többféle betegséget egyszerre elkap ez a fiatalember. Hazajön, vagy hazahozzák, és az ő édesapja nagyon szereti ezt a fiatalembert, a fiát. Megengedheti magának, vagyon a jelenlegi helyzete alapján, hogy mindegyik betegségre az orvos által fölírt mindegyik gyógyszert magvegye, természetesen a kezelést bölcsen vezetve, hogy időrendben melyiket, melyikkel összepárosítva, melyik üti ki egymást a gyógyszerek közül. Kicsit extrém a példa, de érteni fogod. Ez az apa, aki szereti a fiát, aki megteheti azt, hogy mindegyik gyógyszert, mindegyik betegségre külön-külön magvegye. Szerinted meg fogja vásárolni ezeket a gyógyszereket? Ugye, hogy azt mondja a te szíved, a te lelkiismereted, a te jó érzésed, hogy igen, hát persze, hát egy pillanatig se gondolkozik ezen. Na, ha így dönt egy jó apa, akkor milyen az Isten, aki végtelenül jó? Ez a kis logika, amit mondtam, Jézus Krisztusnak a tanítási módszere. Amikor fölteszi azt a kérdést, hogy hát ti,
ha a fiatok, lányatok, gyerekatok kenyeret kér, hát melyikőtök fog követ adni? De ha ti, akik bár gonoszak vagytok, tudtok jót tenni, mennyivel inkább teszi a jót, és adja magnektok, amit kértok, maga a mennyei atya. Tehát ez a túlzó, erős ellentét ki akarja hangsúlyozni azt, hogy ha nekünk, bűnös embereknek természetes és ösztönös az, hogy akarjuk a jót, és azokat, akiket szeretünk, azokat teljesen el akarjuk halmozni a szeretetünkkel, védelmezésünkkel, gyógyító szándékunkkal és eszközeinkkel, ha mi ilyenek vagyunk, akkor hozzánk képest az Isten, aki végtelenül jó, végtelenül szeret, és végtelen lehetőségei vannak arra, hogy ezt nekünk adja, ugyan miért ne tenné meg ezt, értünk? Vagy ahogy ezt most egy hétvégi lelki gyakorlaton, egy missziós képzésen tanítottam, a Római Levél 8. fejezet 32. verse alapján, keresd meg, vagy gyors, írd fel magadnak, Római Levél 8. fejezet 32. vers. Ő, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, minnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Kétszer is benne van ebben a mondatban a minden, hogy minnyájunkért, vagyis mindenkiért, és hogy Jézus Krisztus által mindent nekünk ad az Atya. Ha nekünk adta a fiát, akkor minden mást is, vagyis a gyógyulást, a szabadulást, a kéréseink meghallgatását is természetesen megteszi, mert szeret minket, mert jót akar nekünk. Mit dönt egy jó apa? Azt, ami a legjobb. A gyógyítás kulcs szava a minden. Nézzük a tanító hivatal megnyilatkozását. Minden egyes alkalommal szoktam ezt idézni. József Ratzinger, a későbbi Benedek pápa nevével fémjelzett dokumentum, instrukciók a gyógyító imákról címmel. Az Úr elfogadja ezeket a kéréseket. Az evangéliumok egyetlen olyan utalást sem tartalmaznak arra vonatkozólag, hogy ilyen kéréseket helytelenített volna. Az Úr egyetlen panasza a hitnek alkalmi hiányára vonatkozik. Ha tudsz hinni, minden lehetséges annak, aki hisz. A hívők imája, amelyben maguk vagy mások gyógyulását kérik, dicséretre méltó. Liturgiájában az egyház is kéri az Urat a betegek egészségéért. Itt egy pillanatra álljunk meg. Van-e az egyháznak olyan liturgiája, olyan hivatalos szövege, ahol azt kérjük Istentől, hogy küldjön szenvedést, küldjön betegséget, küldjön csapásokat, küldjön földrengést, vagy más egyéb rosszat, éhínséget, szomjazást, gyilkosságokat? Nincs. Tedd fel ezt a kérdést, hogy miért nem imádkozik sohasem az egyház azért, hogy Isten küldjön szenvedést? Azért nem imádkozik ezért az egyház, mert ez egy buta kérés lenne. Folytassuk tovább. Mindenek előtt van egy szentsége, amely egész különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat, a betegek kenete. Az egyház ezt a szentséget a szent keneten és a papok imádságon keresztül szokta ünnepelni. Ebben a szentségben a betegeket a szenvedő és megdicsőült Úrra bízza, hogy megerősítse és megmentse őket. Közvetlenül előtte a betegek olajának megáldásakor azt imádkozza az egyház. Áldásod által legyen ez a megszentelt olaj mindazoknak, akiket megkenünk vele, irgalmadnak szent jele,
mely minden betegséget, fájdalmat és gyengeséget elűz, gyógyítja a testet, a lelket és a szellemet. A kenet utáni ima szövegekben is imádkozunk a beteg gyógyulásáért. Mivel a szentség az eljövendő uralom ígérete és jele, ezért a gyógyulás a feltámadás meghirdetője. És nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúlnak. Ezen kívül a misekönyv tartalmaz egy misét a betegekért, melyben lelki kegyelmekért és a betegek gyógyulásáért is imádkozunk. Pont ma reggel a Szexárdon a reggeli hetes misét is, ezzel a mise szöveggel imádkoztam, tudom fejből a misekönyv oldalszámát, 872. oldal, nagyon sokszor imádkoztam már el ezt a misét, a betegekért, és ott a bevezető könyörgésben ott van az a rész, az a sor, hogy ez a testvérünk visszanyerje egészségét, és majd az egyház közösségében velünk együtt adjon hálát a gyógyulásáért. Tehát a betegek szentsége, a Szent Mise, most ez a műsor, érted van? A gyógyulás kulcsszava az, hogy minden. Vagyis, hogy Isten minden szeretetével körbevesz téged. Ő mindenkit meghallgat, mindenkire figyel. Tudom azt, saját példámon is, meg látva az embereket, hogy bizony fölüti a fejét a kétség, a kérdés, hogy de hát azért is imádkoztunk, nem gyógyult meg, vagy egy kicsit jobban lett, de utána rosszabbul, meggyógyult, de újra beteg lett. Tegyük hozzá ehhez az egész gondolatsorhoz azt, hogy maga az imádság egyrészt nem automatikus. Másrészt pedig a földi élethez hozzátartozik a szenvedés, és nagy erény a türelemmel viselt szenvedés. Látjuk Szent II. János Pál pápa életében ezt például, vagy a missziók védőszentje, Liziói Szent Teréz életében. A türelemmel viselt szenvedés nagy erény. De ezek a szentek is imádkoztak a gyógyulásukért és mások gyógyulásáért. Ki Szent Teréz az önéletrajzában egy alkalommal egyenesen ezt írja, hogy az a betegség, ami őt megtámadta, az az ördögtől volt. Isten jó, nem küld halált, nem küld betegséget, nem küld szenvedést. Mit küld? Kit küld? A fiát küldi. Aki mit csinált? Első föllépés hatása. Jézus ezután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. Olyan esetekben, amikor én imádkozok valakiért, és úgy látszik, és így is van, hogy nincs változás, akkor én inkább bűnbánatot és lelkiismeretvizsgálatot tartok, hogy Uram Jézus, ha te lettél volna itt az én helyemben, biztos, hogy ez az ember már egészséges lenne. Bocsásd meg az én hitam hiányait. Segíts nekem, hogy legközelebb nagyobb ima erővel, tisztább szándékkal tudjak imádkozni. Soha ne Istenben keressük a hibát, hanem inkább magunkban. De ehhez tegyük természetesen hozzá azt, hogyha magunkban is keressük a hibát, azt azért ne úgy, hogy magunkat teljesen a zsárba döngölve, hanem a bűnbánat örömével, azzal a tudattal, hogy az Úr kész a hitünket növelni, azért, hogy az áldásait el tudjuk fogadni. Kaptunk a Bonum TV-ben ima szándékokat, most ezért fogok imádkozni. Olás Sándorné Dányból küldte nekünk. Az Olá és a Lázár család megholtjaiért és az élő családtagok lelki gyógyulásáért. Imádkozzunk ezért. Élő Jézus Krisztus, kérlek látogasd meg ezt a falut, Dányt, és árasz ki oda a lelkedet a mennyei atyától, hogy ott ebben a faluban közösségek szülessenek, magtérések és szabadulások legyenek, és megismerjék Jézus Krisztusát és szent nevedet. És áld meg, Urunk, ezt a kérést, áld meg az Olá és Lázár családot, minden tagjukat, és valóban adj örök üdvösséget és békességet az elhunytaknak.
Szabadítsd ki őket a tisztító tűzből. Amen. Tamás Lajosné Éva kért imát, Ózdi nézőnk, szeretettel köszöntjük. Ő a saját gyógyulásáért és a családjáért kérte, hogy imádkozzunk. Drága Szentlélek Isten, áradj ki erre a városra, Ózdra. Köszönjük neked, Szentlélek, hogy te már oly sok csodát tettél abban a városban. Maga ajándékoztad az embereket hittel. Kérünk, Szentlélek, hogy dicsőítsd meg Jézus nevét Éva és a családja életében, hogy megtapasztalják a te vigasztalásodat, és növekedjenek a hitben. Éva, Jézus Krisztus nevében légy áldott, valósuljon meg benned és családod életében az a minden vigasztalás, amit Isten ígér, a minden vigasztalás Istene áldjon meg téged és tieidet. Amen. Most pedig a weboldalunkra beírt kérésekből olvasok fel. Nagyon sokan írnak, és az időben nem fér bele, hogy mindegyiket felolvassuk, de az ima természetesen elhangzik, értük otthon, vagy én magam is szentmisét szoktam értük is felajánlani. Petres Ágota írta: Kedves imádkozó, kérek tőletek imát az egészségem visszaszerzéséért. Kérjétek meg az Urat, segítsen nekem meggyógyulni. Évek óta, már negyedik éve folyton visszatérő szemfenék gyulladásom van. Ez a kívülállónak nem érzékelhető gyógyulás, de nem látok, csak homályosan. Családeltartó vagyok, így dolgoznom kell, nincs időm sem lehetőségem a szemészeten hetente két alkalommal egész napot tölteni. Hálásan köszönöm az imát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Názáreti Jézus Krisztus, kérlek téged Ágotáért. Jézus nevében, Ágota, gyógyuljon meg a te szamad. Jézus nevében, nyíljon meg a szamad. Drága Jézus Krisztus, a te átszúrt kezedet helyezd rá erre a testvérünkre, hogy megtapasztalja azt a gyógyulást, amit te a jerikói vaknak adtál 2000 évvel ezelőtt. Ámen. Alida Éva, Víg Alida Éva írta: Kedves imádkozók, az összes gyermekért kérnék imát, és hogy a beteg, bántalmazott, veszélyeztetett gyermekeket szabadítsa és áldja meg az Úr. Géza megtérésért, megkeresztelkedéséért, Márkért. Életem rendeződjön, Isten akarata szerint hivatásra találjak, és Krisztusivá váljak. Ezekért a szándékokért én is imádkozom és böjtölök. Köszönettel és szeretettel, Alida. Áldalak téged, Uram, a hívők hitéért, amit te magad munkálsz ki bennünk. Uram, sokszorozd meg ebben a testvérünkben a hitet. Köszönjük neked, Urunk, Gézát és Márkot. Ajándékozd meg őket, Urunk, a hit kegyelmével, hogy megtérjenek és eljussanak a keresztség szentségéig. Jézus Krisztus, a te áldásod áradjon ki minden gyermekre, különösen is a szenvedő gyermekekre, a veszélyeztetett gyermekekre. És áld meg, Urunk, testvérünknek a bőjtjét, hogy ebben a bőjtben találkozzon veled, Urunk. Amen. Bojtné Éva, Mihály Telki bölcsödében dolgozik. Kedves Péter atya, imád szeretnék kérni a Szent Háromság vezetéséért, a Szent Család oltalmáért, és két fontos szándék megvalósulásáért, magam és családomban, hiteltartozás és ház eladás. Köszönöm. Mennyi atyánk, te vagy az, aki odafigyelsz a te gyermekeidnek minden szükségére. Uram, törd meg az ínség átkát Jézus nevében, törd meg az ínség átkát ebben a családban, hogy átéljék a te mindenre kiterjedő figyelmedet és szeretetedet és gondoskodásodat. Ámen.
Még nagyon sokan írtak ide nekünk, ahogy itt lapozok tovább, az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban, áldja meg az Úr mindannyiukat. Amen. Most pedig, ahogy látom, egy telefonáló van a vonalban. Szeretettel köszöntöm, Péter atya vagyok. Hallgatom. Igen. Talán valami technikai hiba van. A műsoraink során a Zsoltárok könyvéből is szoktunk együtt imádkozni. Úgyhogy most bátorítalak, hogy vedd elő te is a Bibliádat, illetve mondd velem azt, amit hallasz. 142. Zsoltár. Tehát 142. Zsoltár. Olyan jó a Zsoltárokat imádkozni. Az imádság művészetébe vezet be tényleg, és hangosan, hittel, szívből imádkozni. Szavammal az Úrhoz kiáltok, szavammal az Úrhoz könyörgök. Színe elé öntöm imádságomat, nyomorúságomat feltárom előtte. Ha lelkem elcsügged bennem, te ismered ösvényeimet. Azon az úton, amelyen járok, titkon tört vetettek nekem. Fürkészve tekintek jobbra, de nincs, aki észrevenne, nincs számomra menedék. Nem akad, aki életemmel törődne. Hozzád kiáltok, Uram, mondom, te vagy az én bizodalmam, osztályrészem az élők földjén. Méltasd figyelemre könyörgésemet, mert nagyon megaláztak engem. Szabadíts meg üldözőimtől, mert erősebbek nálam. Vezess ki a börtönből, hogy dicsérjem nevedet. Körülvesznek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Vezess ki a börtönből, hogy dicsérjem nevedet. Uram, imádkozok most hozzád Gergőért, aki börtönben van. Valóságos fizikai börtönben, Baracskán. Uram, adj Gergő barátomnak szabadulást, testi-lelki bajaiból szabadulást, mindabból, amiben van. Jézus Krisztus, szabadíts meg mindenkit Magyarországon, a bűnből, a betegségekből, a félelmekből. Jézus Krisztus, te vagy az egyetlen élő, gyógyító és szabadító Úr. Amen. Lassan véget ér a mai műsorunk. Aki figyelmes nézője volt a mai műsornak, remélem, hogy hiányolt egy fontos részt, mégpedig azt, hogy Emiliano Tardifatya könyvéből nem olvastam. Hát útközben jutott eszembe az autóban, amikor már félúton voltam Szekszárd és Budapest között, hogy elfelejtettem berakni. Ennek az egyik oka az, hogy most költöztem az elmúlt napokban Szálkáról Szekszárdra, a missziós házunkba, a Szent Teréz házba, és még sok könyvem, cuccom úgy dobozokban van, aztán már, hogy kezdem kiszabadítani őket. A napokban egyébként rápillantottam a Tardifatya könyvére, hogy idézzek belőle, majd itt, de elfelejtettem előkészíteni. Úgyhogy az én hibám, bocsánatot kérek. De azért Tardifatya sok-sok szép gondolata közül egyet, a legfontosabbat, ami a könyvének is a címe, és ajánlom neked, Jézus él. Jézus él, téged is szeret, csodálatos terve van veled. Köszönöm a mai figyelmedet. Legközelebb november 16-án hétfőn fogunk találkozni. Várom szeretettel majd a jelenlétedet akkor is. Most pedig mondjunk el egy üdvözlégy Máriát azért a személyért, aki telefonált nekünk, de valami technikai hiba miatt nem sikerült ide kapcsolni. Utána pedig egy áldással utunkra indulunk, és jön a Bónum TV következő műsora, maradj velünk, nézd továbbra is, hiszen nagyon sok szép, értékes műsorunk van. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most pedig egy áldást hadd adjak a Szent Benedek érmés köröztel, ami mindig nálam van. Úgy tanultam Damien Steintől, katolikus, karizmatikus tanítótól, hogy legyen nálunk egy köröszt annak jeleként, hogy mi a győzteshez, Jézus Krisztushoz tartozunk. És még az áldás előtt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy most ezen a hétvégén, október 23-tól 25-ig egy nagyszerű imádságháza konferencia lesz itt Budapesten. Nézz utána, jelentkezz, gyere el, találkozzunk ott. imádságháza.org weboldalon többet megtudhatsz majd erről. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg téged a mindenható Isten. Jézus Krisztus szent neve és vére által hallgassa meg az Úr a kéréseidet. Jézus Krisztus legyen a ti életedben társad, szabadítód, barátod és mindened. Jézus Krisztus nevében szűnjön meg minden félelmed, minden terhed, adjon neked az Úr egészséget, békességet, világosságot a döntéseidben. Áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!